A Völgységi Tájkutató Alapítvány és Szőcs Zoltán munkájának köszönhetően egy térkép nyomvonalán sétálhattak végig Bonyhádon a zsidó kultúra után érdeklődők. A túra során olyan műemlékeket érintettek a résztvevők, amik egykor fontos szerepet töltöttek be a város életében. Szabó Tibor, a Völgységi Múzeum történész-muzeológusa elmesélte, hogy a múzeum egykori igazgatója, Szőcs Zoltán végzett komoly kutatómunkát a zsidóság történetéről, aminek eredménye a Sétafesztivál. A Bonyhádi Izraeli Baráti Társaságnak a felkérésére fogjuk tartani ezt a mai emléktúrát. Tulajdonképpen a 220 évig létező bonyhádi közösségnek a meglévő emlékeit fogjuk bejárni, illetve megpróbálom megmutatni azokat az értékeket röviden, amelyek esetleg fennmaradtak, vagy azok, amelyek elpusztultak, de talán a helyüket meg tudjuk mutatni. Röviden meglátogatjuk majd a két meglévő zsinagóga épületet, ugye ezek az egyik az egy műemléképület, a másikban pedig már egy teljesen más funkció van, már egy bútorból található benne, semmi szakrális jelentősége nincsen már. Ezek között az épületek, ez volt a két központja az ortodox, illetve a neológ zsidó közösségnek, és ezek köré csoportosultak a zsidó életnek a legfontosabb helyszínei, az iskolák, a fürdők, a különböző speciális a zsidó szükségleteket ellátó vágoda, illetve sütöde. Mind a kettőből volt külön az ortodoxoknak és a neológoknak. Ezeket a helyszíneket fogjuk meglátogatni a belvárosban, utána pedig meglátogatjuk a neológ zsidó temetőnek a helyszínét, ahol megtekintjük az 1947-es emlékművet, amit az akkor még az itt élő, a háborúból visszaérkező zsidóközösség kezdeményezésére emeltek, illetve az egyik leghíresebb bonyhádi rabbinak a sírját. Ez egy speciális dolog volt, mert ezt a általában nem volt jellemző, hogy a nemesi családok engedték a telepedni. Azt, hogy itt a bonyhádi közösség étrejött, tehát az itt lévő két birtok, és a Kriadó családnak és a Perce családnak volt egy toleráns magatartása. A túra legvégén pedig az utolsó nemrégen emelt holokauszt emlékfüggőt fogjuk meglátogatni. Ez a tervezett útvonalunk, attól függ, hogy mennyi időnk lesz rá, másfél órát terveztünk az útvonalra. Ha esetleg még van érdeklődés, vagy van kedvünk, akkor még másik helyszíneket is beterveztünk, de nem tudjuk, hogy ezekre lesz elég időnk. Igazából azt mondhatjuk, hogy a bonyhádi zsidó közösségnek a legvége az, vagy a szimbolikus véget, olyan mondjuk úgy az 1956-os forradalom, amikor a 45-ös a túlélők, a holokauszt túlélői ugye 45-ben még viszonylag jelentős számban visszatértek Bonyhádra, és kb. 300 fős zsidó közösség marad a háború után Bonyhádon. Ennek a 90-95%-a 1956-ban gyakorlatilag elhagyja Bonyhádot, szervezetten menekülnek, és egyrészük a legnagyobb csoportjuk Izraelbe, Amerikába, de a világ minden tájára elszórnak, például a legtávolabbra Perúba került belőlük. Gyakorlatilag ez volt a zsidó közösségnek a vége. Ez az 1960-as évek legelejétől nem beszéltünk Bonyhádon élő zsidó közösségről. A túrához használt tematikus térképen a bonyhádi zsidóság legfontosabb 16 elemét mutatták be, rövid szöveg és leírás kíséretében. Igazából a bonyhádi zsidó közösségnek talán azért már talán nem annyira köztudott, de nem annyira él a városnak a lakóinak tudatában, hogy mennyire fontos volt ez a zsidó közösség. Volt egy időszak, amikor a 19. század első felében, amikor ez a negyedik legnagyobb zsidó közösség volt az akkori Magyarország területén, és a városnak majdnem a 30%-át alkották. Volt egy időszak, amikor a legmagasabb létszámú felekezetet alkották, többen voltak itt, mint például többen voltak, mint katolikusok a városban, és a Dél-Dunán, és a kereskedők nem csak itt a környéken Tolna, Somogy, Baranya területére látogattak el, hanem meghatározók voltak itt a Dél-Dunántúli boltoknak az ellátásában a 18.-19. században, főleg a 19-ben, és egészen Horvátországba és Szlavóniába is eljutottak a bonyhádi kereskedők. Hetési Beáta, a Max Nordó Magyar-Izraeli Baráti Társaság elnöke szerint sok ember érdeklődik a zsidó kultúra és ételek után, amiket ők rendszerint bemutatnak a Héber sátorban, fesztiválok alkalmával. Nagyon fontosnak tartjuk mi, mint egyesület, hogy ez megtörténhessen, és visszaültessük a zsidó történelmet a jelenkorunkban, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mennyire komoly zsidó kolónia élt itt, és tulajdonképpen a mai napig tetten érhetők az ő gazdasági tevékenységük, és nagyon sokan nekik köszönhetik azt, hogy ez a város úgy prosperál, ahogy prosperál. Nagyon sok épület létezik még a jelen korunkban is, és azok funkcionálnak is. Például csak élményként mondanám el, hogy van egy textilkereskedés, aki az Engelmann családé volt, és a mai napig az az üzlet textilkereskedés.
Nagyon sokan nem tudják azt, hogy például ugye a zsidók honosították meg a pénteki piacot a városunkban. És a mai napig ugye pénteken van a nagy piac a városban. Ezek nagyon izgalmas dolgok, és ezeket mind ők tették le ezeknek az alapjait. Aztán nagyon fontosnak tartjuk, hogy ugye mind hitoldalról is megismertessük a zsidó életvitelt, és ebből adódóan igyekszünk a Tóra, illetve a bibliai történeteket is visszaültetni a város jelenkori életébe. Azt kell tudni, hogy a legminőségi pipák abban az időben a Selmec bányai pipák voltak, Semnitz németül. Eléggé színes kulturális hely Bonyhád, nagyon sok náció, nemzetiség van jelen, és a zsidók hiányoztak ebből a portfólióból, és így mi igyekszünk visszaültetni őket. Amikor most a városunk utoljára botlató köveket helyezett el a zsidóknak, ez egy nagyon fontos esemény volt, mert 7 családot kiemeltünk, és hát nemzetközi szinten kiemelték őket, és botlató köveket helyeztünk el a járdákban. Nagyon nagy esemény volt, és szüksége van a városnak erre, hogy így emlékezzen a lakókra. A temetők kézi archiválásának köszönhetően a világ minden részéről érkeznek felkérések a társasághoz, hogy próbáljanak nyomára bukkanni egy egykori hozzátartozónak.